Most már végleges, a második fél évtől a tanintézmények többsége újra kinyitja kapuit. A Gyergyószárhegyi önkéntes tűzoltóság felhívja a lakosság figyelmét, hogyan lehet megelőzni a kémény tüzet. A Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ régi fotókat gyűjt Retro Farsang címmel. Jó estét kívánok! A címek után már is jövünk a részletekkel, ha tehetik, tartsanak velünk. A járványügyi besorolás szerint hétfőtől, azaz február 8-ától a második fél év kezdetétől tanintézmények mintegy 80%-a nyit. Hargita megye és Gyergyószentmiklós is a zöld besorolás alá tartozik, itt tehát minden gyerek megkezdheti hétfőtől a tantermi oktatást. Kedden délután sajtótájékoztatón jelentette be az iskolák újranyitásáról szóló döntést Klaus Johannis államfő, miután tanácskozást folytatott Florin Kötzu kormányfővel, Szorin Kömpjánó tanügyminiszterrel, Vlad Vojkolescu egészségügyi miniszterrel, Raed Arafat belügyi államtitkárral, valamint a fertőző betegségeket ellenőrző és felügyelő országos központvezetőjével, dr. Adriana Pistollal. Az államelnök kiemelte, a koronavírus járványtól nem szabadultunk meg. Továbbra is a járványügyi szabályok betartására van szükség, de az elmúlt hetekben csökkenő tendenciát figyelhettünk meg. Más európai országok példáját is megvizsgálták és azt látták, három ország kivételével mindenhol kinyitottak az iskolák, vagy a következő időszakban készülnek kinyitni azokat, magyarázta Johannis. În unanimitate am decis următoarele lucruri. Începând de luni, când începe semestrul 2, majoritatea copiilor merg fizic la școală. Evident însă că trebuie să respectăm și situația din fiecare localitate, să ținem cont de ce se întâmplă în fiecare localitate și pentru fiecare școală trebuie luate măsuri foarte stricte, fiindcă noi ne dorim ca școala să se desfășoare în condiții sigure și pentru copii și pentru dascăli. A tanintézmények 80%-a nyit ki hétfőn, és mintegy 2,4 millió diák vehet részt tantermi oktatáson. A tanintézmények három forgatókönyv szerint nyitnak újra a települések fertőzöttségi rátájától függően. Az úgynevezett zöld zónás településeken mindenhol személyes jelenléttel zajlik a tanítás, óvodában és az iskola minden osztályában. A sárga zónás településeken az óvodások, az elemi osztályosok és a végzősök térhetnek vissza az osztályterembe, valamint a piros zónás településeken pedig csak az óvodákban és az elemi osztályokban zajlik személyes jelenléttel az oktatás. Azokon a településeken, ahol karantént rendelnek el, ahol 6000-nél nagyobb a fertőzöttségi ráta, értelemszerűen zárva van minden tanintézmény, fejtette ki az államelnök. Az iskolákba való visszatérés szabályairól Szorin Kömpjánó tanügyminiszter elmondta, az Egészségügyi és Oktatási Minisztérium közös rendeletet fog kiadni, ami pontosan le fogja szabályozni, hogy mi történik az iskolákban a második fél évben. A miniszter azt elmondta, amennyiben egy diákról kiderül, hogy fertőzött, akkor letesztelik az egész osztályt. Ha negatív tesztet produkálnak, folytatódhat a jelenléti oktatás, viszont ha egy vagy több gyereknek pozitív lesz a tesztje, az adott osztályban felfüggesztik a tanítást. A tanintézmény többi osztályában továbbra is fizikai jelenléttel folyik majd az oktatás. Abban az esetben viszont, ha egy iskolán belül több osztályban lesz pozitív egy vagy több gyerek tesztje, akkor egy időre az egész iskola online oktatásra tér át. Ez a forgatókönyv lesz érvényes abban az esetben is, ha két tanár produkál pozitív tesztet. Ha csak egy tanár betegedik meg, akkor szóba jöhet a helyettesítése, ha egy óvónő vagy tanítónő betegedik meg és nincs, aki átvegye az osztályt vagy a csoportot, akkor szintén az online rendszer lépik életbe. A miniszter elmondta, az iskolába való visszatérés feltétele a maszkviselése, a tanároknak és diákoknak állandóan maszkot kell viselniük. A miniszter szerint ez akadályozhatja meg a vírus terjedését, még akkor is, ha a két tanuló egy padban ül.
Már szeptember elején elkezdődhet a 2021-2022-es tanév, a karácsonyi vakáció pedig egyben fél évközi szünet is lenne, vagyis januárban már a második fél év kezdődne el, jelentette ki keddeste Szorin Kömpjánó oktatási miniszter. Nem értettem, mi értelme van annak, hogy karácsonyig zajlik a tanítás, jön a vakáció és az új év, majd a diákok visszatérnek az iskolapadokba és próbálják felidézni, mit tanultak karácsony előtt, jegyeket kapnak, majd jön egy újabb vakáció, érvelt Kömpjánó a módosítás mellett. Mint mondta, ilyen körülmények között a diákok nyugodtan mennének vakációra. A miniszter bejelentése szerint a karácsonyi vakáció a megváltozott szerkezetű tanévben egy héttel hosszabb lenne. Az utóbbi időben történt tűzesetek kapcsán a Gyergyószárhegyi önkéntes tűzoltóság is felhívja a figyelmet arra, hogy mit kell tegyen a lakosság annak érdekében, hogy elkerülje a kéménytüzek keletkezését. Emellett hasznos tanácsokat adnak, mit kell tenni abban az esetben, ha kigyúl a kémény. A kéménytüzet megelőzhetjük, ha rendszeresen ellenőriztetjük és kitisztítatjuk szakemberrel a kéményt és a tüzelőfűtő berendezéseket. Az ilyen ellenőrzéseket legalább évente egyszer el kell végeztetni, de a fűtésrendszertől, a tüzelés módjától és a kémény állapotától függően akár kétszer is ajánlott megnézetni, hogy minden rendben van-e. A kazánházban vagy fűtőhelyiségekben szellőző nyílások kialakítására van szükség, és ezeket szabadon kell hagyni, ugyanis a megfelelő égéshez oxigén kell. Egy kiló tűzifa elégetése megközelítőleg 12-15 köbméter levegőt igényel. A kazánházban vagy tüzelésre használt helyiségben mindig legyen rend, és nem szabad éghető anyagokat tárolni közvetlenül a fűtőberendezések közelében. Ne tüzeljünk a fűtőberendezésben háztartási hulladékot, műanyagot, festett, rétegelt nedvesfát, lemezt, falemezt, vasúti talpfát, fáradt olajat, hiszen ezekből jelentős koromlerakódás keletkezik a füst elvezetőkben. A laza, rosszul záródó kéményajtók, rosszul szigetelt égéstermék elvezető csövek csökkentik a hatásfokot, ráadásul tűzveszélyesek. Fatüzelésű fűtőberendezések esetében az intenzív fűtés, az alacsony külső hőmérséklet miatt a kéményben megnövekedő húzat hatás miatt a kéményben lerakodott korom meggyulladhat, figyelmeztet a tűzoltóság. Ha a kéménytüzet észlelünk, akkor a tüzelő fűtőberendezésen zárjuk el az égéshez szükséges levegőt biztosító nyílást, és mielőbb értesítsük a tűzoltóságot. A kémény faláról és közvetlen közeléből távolítsuk el az éghető anyagokat, falvédőt, képeket, stb., és folyamatosan figyeljük a kémény állapotát a pincétől a padlásig. A kéményben, illetve kazánházban lévő tűz oltásához használjunk ecetet. A kéménytüzet vízzel oltani tilos, mivel abban akár 1000 Celsius fokos hőmérséklet is kialakulhat és robbanáshoz vezethet. Hívják fel a figyelmet a tűzoltók. Az Országos Személyi Nyilvántartó és Adatbázis Kezelő Igazgatóság rendelete alapján 2021. január 12-től a személyazonossági igazolványok kibocsátási határideje 30 nap, a dokumentumok elkészítéséhez szükséges alapanyag beszerzésének procedúrája miatt. A kiadási határidőt a kérelmek benyújtásától számítják, mindez alól csak az indokolt sürgősségi esetek képeznek kivételt, ekkor legtöbb 10 nap az igazolványok kiadásának határideje. A Gyergyószentmiklósi önkormányzat szakirodája emlékezteti az érdekelteket, hogy a törvény szerint az új személyi igazolványok kiállítását az érvényességi idő lejárta előtt legtöbb 180 nappal, de nem kevesebb, mint 15 nappal lehet kérelmezni. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a koronavírus terjedésének megakadályozását célzó intézkedések értelmében a dokumentumok érvényesek maradnak a vészhelyzet ideje alatt, továbbá annak lejárta után még 90 napig. További információkat az érintettek telefonon kérhetnek. 30 éve jelent meg Romániában az első földtörvény, de még nem sikerült rendezni a visszaszolgáltatásokat. Hargita megye teljes 663.684 hektárnyi területéből eddig mindössze 201.666 hektár telekkönyvezése történt meg, összesen 172.727 ingatlannal. Februárban lesz 30 éve annak, hogy Romániában megjelent az első földtörvény. Három évtized alatt a romániai hatóságoknak nem sikerült rendezni a föld és erdő területek visszaszolgáltatását. Hargita megye teljes 663.684 hektárnyi területéből eddig 201.666 hektár telekkönyvezése történt meg, összesen 172.727 ingatlannal. Februárban lesz a 30 éves évfordulója az első földtörvénynek,
és azt kell mondani, hogy most sem halad jobban, mint az elmúlt években. Jól lehet, most már a feltételek egészen mások, törvényes keretek javultak, könnyebben lehet a visszaszolgáltatással kapcsolatos munkákat elvégezni, és most már oda jutottunk, hogy a kataszti ügynökség még a parcellázási terveket is megtéríti, tehát aki akar ezzel foglalkozni, most minden lehetőség megvan erre. A törvényi könnyítések ellenére a szakember szerint a folyamat továbbra is lassan halad. 30 év után felpiszkálni a dolgokat és megoldást keresni rá nem könnyű dolog. 30 év alatt ugye a földek több gazda kezén mentek már keresztül, és ezt kitisztázni, kideríteni, hogy ki volt az, aki annak idején visszaigényelte és visszakapta a földet, nagyon bonyolult, és esetenként akár bizonyos érdekeket is sérthet. A 2020-as évi 182-es számú törvény alapján, amely az 1996-os 7-es számú kataszteri törvényt módosította, a kataszteri ügynökség támogatást nyújt a parcellázási tervek elkészítéséhez, amelyeket a földtörvény alkalmazásáért alakult helyi bizottságok koordinálnak, hogy a kiadott birtokleveleket hivatalból bejegyezzék a kataszteri rendszerbe. Ezzel együtt 60 lejről 84 lejre növelték az általános kataszteri bejegyzéskor egy telekkönyv után az ügynökség által fizetendő összeget. Három földrengés is volt szerdára Viradóan, Avráncsa és a Fogaras Kömpolunk szeizmikus térségekben. Az első földmozgás éjfél után 2 perccel következett be Buzó megyében. 121 kilométeres mélységben a Richter skála szerint 3-as erősségű volt. 2:52 újabb földrengés következett be Vráncsa megyében. Ez 3,8-as erősségű volt. Hajnali 5:48 újabb földmozgást észleltek Árdzses megyében, a Fogaras Kömpolunk szeizmikus térségben. Ez a felszíni földmozgás 2,4-es erősségű volt a Richter skálán. A 2020-as év legnagyobb 5,2-es erősségű földrengését január 31-én mérték Vráncsa megyében, ez Székelyföldön, valamint Bukarestben is érezhető volt. A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Fókuszban a megelőzés címmel online előadást szervez február 4-én 12 órától a kórház Facebook oldalán. Szintén február 4-én 16 órától Lépések a daganatos betegek útja tünetektől a tünetmentességig címmel Zoom beszélgetésre kerül sor. A csatlakozáshoz szükséges Zoom linket a kórház Facebook oldalán találják meg. Február 4-e a rákellenes világnap, és ahogy az előző években, úgy a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház idén is rendezvényeket szervez erre az alkalomra. A megelőzés az egészségügy és egészségünk egyik alappillére, és a kórházban igyekszünk erre odafigyelni. A különböző jeles napokon, világnapokon ezért szervezünk előadásokat, beszélgetéseket, figyelemfelkeltő rendezvényeket. A rákellenes megelőzés kiemelt figyelmet kap részünkről, és mindig nagy az érdeklődés ezen rendezvényeink iránt. Tavaly több százan vettek részt orvosaink előadásain. Idén az online térbe költöznek át az előadások. Biztos vagyok benne, hogy így is sokakhoz eljutnak a hasznos információk, fejtette ki dr. Konrád Judit, a kórház menedzsere. A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Fókuszban a megelőzés címmel online előadást szervez február 4-én 12 órától a kórház Facebook oldalán. Az előadáson dr. Péter Attila onkológus szakorvos beszél a gyakoribb daganattípusokról és megelőzési lehetőségeikről. Szintén február 4-én 16 órától Lépések a daganatos betegek útja a tünetektől a tünetmentességig címmel Zoom beszélgetést szervez a kórház Dégi Csaba onkopszichológussal és rák túlélőkkel. Az események linkjét, illetve a beszélgetésbe való belépéshez, a csatlakozáshoz szükséges információk a kórház Facebook oldalán található. A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház égisze alatt a Szociális Testvérek Társaság erdélyi kerületének szervezésében jött létre 2020 elején a Csíki Győztesek támogató csoport daganatos betegek számára. Az idei rákellenes világnap alkalmával február 4-én 18 órától a csoport keretében előadásokat, beszélgetéseket tartanak Tasnádi Mária és Homa Ildikó pszichológusok, pszichoterapeuták irányításával. A Csíki Győztesek támogató csoport szervezésében szentmisét is bemutatnak Csíkszeredában a rákos betegekért.
február 5-én pénteken 18 órakor a Millenniumi templomban, február 6-án szombaton 17 órától a Szent Ágoston templomban. Várják az érintetteket, családtagjaikat, orvosokat, ápolókat. Lassan végéhez közeledik a farsangi időszak, de a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ szeretné felidézni a régi állarcos bálok idejét. Korábbi farsangi fotókat várnak nem csak gyermekektől, hanem olyan felnőttektől is, akik szívesen nosztalgiáznának és megosztanák másokkal fényképeiket. Retro Farsang címmel tett közzé felhívást a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ, mert szeretnének akár több évtizedet átölelő online fotóalbumot létrehozni és közszemlére tenni. A járványügyi helyzet miatt arra gondoltunk, hogy egy picit ismét előtérben tartjuk ennél a rendezvénynél is a visszaemlékezést, a nosztalgiát, és hogy egy ilyen nosztalgiás hangulatot teremtsünk, és minél nagyobb periódust, minél nagyobb időszakát az itteni vagy környékbeli farsangolásoknak áttekintsük, ezért hirdettük meg Retro Farsang címmel ezt az online elektronikus fotógyűjtemény felhívásunkat. Ennek az a célja, hogy a különféle hagyományok, a különféle maszkabálok, farsangi ünnepségek, amelyek bármilyen korosztály számára megvoltak bármikor is szervezve, és kihangsúlyozom, hogy korosztálytól függetlenül, illetve kortól függetlenül, amikor készült az a bizonyos fénykép, azt kérjük, azt várjuk mindenkitől, hogy vegyék elő a régi fotóalbumokból azokat az akár fiatalkori, gyerekkori, vagy egyáltalán bármikor készült fényképeket, amelyek farsangi maszkabálok, farsangi ünnepségek, legyen az saját egyéni program, vagy akár valamilyen nagyobb program keretén belül készült farsangi fotó, azokat elektronikus formában küldjék el nekünk. A fotók mellett fel kell tüntetni a rajtuk szereplők nevét és az évszámot, amikor a kép készült. Az eleve elektronikus formában készült fényképeket is e-mailben várjuk, illetve azokat a fényképeket, amelyek nyomtatott formában, papírformában találhatóak, azokat vagy befotózva, vagy hogy még jobb minősége legyen, lapolvasóval beolvasva, beszkennelve várjuk, hogy küldjék el szintén elektronikus formában. A korábbi farsangi fotók beküldési határideje február 12-e péntek. A fényképeket e-mailben várják, tárgyként megjelölve, hogy Retro Farsang. Ezek voltak híreink a Fénytelevízióban február 3-án, friss információkkal holnap is várjuk Önöket, vigyázzanak egymásra, viszontlátásra!